az első 18 innovatív ház között a Pécsi Egyetem Faháza nemzetközi versenyre utaztak a hallgatók. Közel 200 résztvevő tűzoltók és civilek közös sportversenyt rendeztek Szabadszentkirályon. Kedvező feltételek a diákmunkafronton, több ezer fiatalt várnak Pécsen is. 50 év, 50 kerítésfestő, jubilómi programok a Mezőszél utcai iskolában. Köszöntöm nézőinket! Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! A Solar Decathlon 2022-es versenyre pécsi egyetemisták egy merőben új irányba mutató ház terveivel neveztek. Karbonsemlegesség, környezettudatosság, élhető város. Ezen alapgondolatok mentén dolgozott a hallgatókból és oktatókból álló csapat. A kiállítható ház szerkezetkész állapotához értek el nemrég. Ahogy ilyenkor illik, bokréta ünnepséget tartottak. 6 nap alatt épített fel egy faházat a Pécsi Tudományegyetem műszaki és informatikai karának csapata a kampusz területén. A ház azon túl, hogy elemeire szedhető, minden tekintetben környezetbarát, és az alapanyagok előállításától a majdani újrahasznosításig közel nulla a hozzá köthető szén-dioxid kibocsátás. Ennek terveivel indult a Lungs of the City elnevezésű csapat a Solar Decathlon házépítő világversenyen. Jelenleg a legjobb 18 közé érve utazhatnak Wuppertalba a végső megmérettetésre. A ház bokréta ünnepségére érkezett Pécsre György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Fantasztikus érzés arra gondolni, hogy itt a magyar egyetemisták a tanáraikkal 68 környékbeli együttműködő vállalkozással építenek olyan élhető otthont, amely környezeti értelemben is fenntartható és ergonomikus, tehát lakható is. Mind a két fontos feltételnek megfelel, hosszú távon jó benne élni, és a környezetünket is kiméri, az is barátságosan viszonyul. És ugyancsak bizsergető, vagy futkos a hátamon a hideg, amikor arra gondolok, hogy ezen minta alapján fogják magyar tervezők, magyar kivitelezők, magyar innovatív alapanyagokból építeni Magyarországon a jövő ilyen élhető és fenntartható házait. És megint csak futkos álltam van a hideg, amikor arra gondolok, hogy a Pécsi Tudományegyetem projektje, ez a Lungs of the City, vagy a Város Tüdejei projekt, ez egyedül képviseli Magyarországot, és bejutott a 18 leginnovatívabb épület közé ma a világban, és egyedül fogja Magyarországot képviselni Wuppertalban, Németországban, és 3 évig büszkén fog ez az épület ott állni Wuppertalban, és bárki megtekintheti, aki a világból meg akarja nézni, melyek ma a világ leginnovatívabb másoknak irányítató épületei. Kondor Tamás a kardékán helyettese már nem először dolgozik a Solar Decathlon projekteken. 2019-ben a Miskolci Egyetemmel konzorciumban szereztek áttervezett kádárkockával előkelő helyezést. Idén a fő gondolat a környezetbe épülés. Mi a környezetnek a része vagyunk, nem pedig a szemlélői. Amit mi csinálunk a környezetünkkel, ő próbálja javítani, de valahogy visszacsattam mégis. Ha egészséges környezetet sikerül építeni magunknak, az azt jelenti, hogy az egészségünk is jobb lesz. Az azt jelenti, hogy a gyerekeinknek is jobb lesz. Az azt jelenti, hogy egy olyan örökséget hagyunk itt majd a jövő generációinak, ami számukra már könnyebb lesz, ha tudatosan gondolkodnak és felfogják, hogy amit tettünk, azt miért tettük. Ez a projekt azt hordozza magába, hogy mindenki mindenkivel együtt dolgozik. Ha nem tudom, mit csinál a villamos, akkor már rég megkötöttem a saját kezemet. Ha a villamos nem tudja, hogy én miért nem akarom látni azt a vezetéket ott, és miért akarom automatizálni azt, akkor az ő keze van megkötve. Itt nem csak a saját szakmánkat tanuljuk, hanem egy generál, komplex látásmódot. Minden szakma mindent kell, hogy lásson, mindent kell, hogy értsen, nem feltétlenül kell tudnia mindent csinálni. Én sem tudok, sőt, a legtöbbet nem tudom, de igyekszem megérteni és egy komplex egészbe foglalni. A hallgatók a versenytervben szereplő 5-szintes épület 2-szintes változatát építették meg. Mindezt 6 nap alatt, hogy az átadást követően szétszedjék, kamionokra tegyék, és kiutazzanak Németországba a verseny helyszínére. Ami olyan úgy kiszámolva, hogy úgy fér be a kamionba, hogy rá lehet tenni a burkolatot, és nem akadályozza a többi elemnek a szállítását, azt még itt megcsináljuk, esetleg is utólagos festések. A északi oldalt a 2 nyílázatot még be kell raknunk, ami nem lehet, ugye a közlekedés miatt nem lehet belakva az üveg, hogy szabadon be lehessen járni, meg ugye a munkát ne átváltassa, és esetleg még a bútorokat a műhelybe kell még elkészíteni, utolsó simításokat is, egy-két csavart berakni, lecsiszolni, lefesteni, lényegében ennyi.
A teljes 30 fős csapat kiutazik? Egyszerre kint az építkezésen 12 fő lehet, és 2 8 órás mi szoktunk dolgozni, tehát 24 ember tudja az épületen dolgozni, de viszont lesznek ugye pótemberek, hát valaki lebetegszik, megsérül, nem érzi jól magát, ilyen 35-40-en fogunk kimenni, 35-en tanárokkal, doktorusz hallgatókkal és diákok hallgatókkal együtt. A tervezés során a passzív energiafelhasználás és a karbonsemlegességen túl az élhető terek is fontos hangsúlyt kaptak. A kiírásnak mindenben megfelelő házépítése tehát Németországban folytatódik, ahonnan az egyetem és a szakemberek reményei szerint komoly eredménnyel térnek vissza a hallgatók. 5 gyermek és 4 felnőtt csapat vett részt azon a közös sportversenyen, amit a megye hivatásos és önkéntes tűzoltói szerveztek. Az esemény célja nem csak a tűzoltó sport megismertetése és népszerűsítése volt, hanem az egészség megőrzése is. A Szabadszentkirályi sportpályán tartott rendezvényen mintegy 200-an vettek részt. Közös sportversenyt tartott a Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság, a Baranya megyei Tűzoltó Szövetség és a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Szabadszentkirályi sportpályán. A rendezvény célja a hagyományteremtés és a tűzoltó sport népszerűsítése mellett az egészség megőrzése, a fizikai erőnlét fejlesztése, valamint a szakmai és baráti kapcsolatok erősítése. A megyei önkéntes tűzoltóversenyeknek van hagyománya, csak az elmúlt időszak, a Covid rányomta a bélyegét, ezért itt az elején el is mondtam a beszédemben, hogy az a Covid után az első megyei önkéntes tűzoltóverseny, valószínűleg innen újra kell számolni és újra kell építeni ezt a tömegsportot is. A lényeg az, hogy gyermekek és felnőttek egy játékos, ugyanakkor a tűzoltósporthoz kapcsolódó feladatokat hajtsanak végre, úgy, hogy az egész nap folyamán jól érezzük magunkat, nem fő szempont az, hogy ki nyer, hanem hogy részt vegyen a versenyen. A megyéből körülbelül 150-200-an vagyunk itt, nagy részben gyermekek, de önkéntes tűzoltó egyesületek is. Ha jól tudom, akkor 6 csapat indul a kismotorfecskendőszerelés versenyen, és 5 csapat a gyermekeknek a CFT versenyen. Különböző erőt próbáló feladatokat teljesítettek a sportverseny résztvevői. A gyermekeknek is szorosan kapcsolódik a tűzoltó életet, tűzoltó sporthoz. Nekik egy jóval egyszerűbb nem vizes pályát kell teljesíteni, ahol tűzoltó eszközöket, tömlőket kell felismerni, gurítani, kúszócsövön átbújni, míg a felnőtteknek ugyanez egy kismotor fecskendő szereléssel a vizes pályán történik, ahol a célba érés után tartályokat kell feltölteni, és aki ezt előbb tudja teljesíteni, ő az első. A szabadszentkirályi önkéntesek egyébként tavaly ünnepelték alakulásuknak 10. évfordulóját. Gyulai Krisztián elnök azt mondja, mint minden civil szervezet életében úgy náluk is időről időre akadnak nehézségek. Ugyanakkor próbálunk a lehető legjobb tudásunk szerint helytállni. Mi tavaly voltunk 10 évesek, és 2019 óta vagyunk önállóan beavatkozók, ami azt jelenti, hogy 4 településen látunk el az általunk választott időpontban náluk beavatkozott szolgálatot, az mellett még további településeken vagyunk közreműködők, de gyakorlatilag a megye teljes területén tudjuk vállalni a vonulást, hogyha erre szükség van. Mivel nálunk beavatkozott tűzoltó egyesület vagyunk, ezért nekünk ugyanazokat a feladatokat kell ellátni, mint a hivatásosoknak. Természetesen a magas szakmai színvonalat nem tudjuk ugyanolyan szinten hozni, mint azt a hivatásoktól elvárják, de alapszinten tehát minden feladattal megbirkózunk. A rendezvényen nem csak a sportpályán folyt a küzdelem, ugyanis főzőversenyt is tartottak, ahol 5 csapat mérhette össze pörkölt főző tudását.
Kedvezők a feltételek a diák munkafronton. Több ezer fiatalt várnak az iskola szövetkezetek az idei nyári szezonra is. A fiatalok dolgozhatnak a klasszikus idény munkákban, és új lehetőségek is kínálkoznak számukra. Napi 8 órában foglalkoztathatók, és be kell tölteniük a 16. életévüket. A Melódiák Iskola Szövetkezet idén is várja a dolgozni akaró fiatalokat. Azonban életbe lépett egy új jogszabály, miszerint a 25 év alattiak SZIA-mentességet élveznek. Ezért a cég által megkérdezett több ezer diák munkavállaló készsége jelentősen megnövekedett. Ehhez még a pandémia befejeződése is hozzájárul. Munka pedig van bőven, mondja Keserű Dénes, a Melódiák Iskola Szövetkezet pécsi kirendeltség vezetője. Itt az első negyed évben már jelentősen nőtt a diákregisztrációk száma. Ilyenkor nyáron ugye természetesen mindig egy nagyobb felfutás van és egy nagyobb sláger. Szokásosan a nyári standard munkáink, ugye, amelyek ugye a strandok, ugye a strandokban lévő egységek, illetve úszómesteri, csúszdaőri feladatok ellátása, ugye ezek, amik ugye a diákok részére első körbe preferált. Viszont ugyanúgy a standard munkáik is természetesen megmaradtak, tehát az áruházi, tehát árufeltöltői munkák, illetve gyorséttermi feladatok ellátása. Ezen kívül a mezőgazdaságban a kukorica címerezés, a zöldség, gyümölcsszedés továbbra is kellendő munka a diákok körében. Idén is több száz hektáron gazdálkodhatnak majd. Elhelyezkedhetnek továbbá a feldolgozóiparban is, vállalhatnak pénztárosi munkát is. Jelentős logisztikai munka, irodai feladatok is várják a diákokat. A szakmai munkák irányába is erős az érdeklődés, mondja a kirendeltségvezető. Jobb már a baranyai multinacionális vállalatoknál. Itt az egyetemmel ugye egy együttműködésünk is van ezzel kapcsolatban, ahol ugye már a diákok szinte az utolsó évükben, vagy az utolsó végzős évükben ugye már ezeknél a multicégeknél elhelyezkednek, és ugye egy ilyen karrierutat tudnak bejárni. Mi magunk is egyébként, tehát ebbe a szakmában, tehát a HR szakmán belül is mi is fogadunk szeretettel diákokat, melyből mi is hát olyan értéket kívánunk teremteni, hogy ugye a saját dolgozói állományunkat tudjuk akár vagy részmunkaidőbe, vagy teljes munkaidőbe kiegészíteni. A Melódiák később ezeket a diákokat véglegesen is tudja majd foglalkoztatni. Nyára 16 éves kortól várják a fiatalokat napi 8 órás munkavégzésre. Nyilván van esetleg olyan eltérés itt a nyári szezonalitásban, ahol már a 18 év fölötti diákokra ugye kicsivel más szabályok vonatkoznak, a 18 év alattiaknál ott maximum ugye a 8 órás munkavégzés lehet ugye megfelelő szünetekbe tartásával. A Melódiák Iskola Szövetkezet a jelentkezést már elindította, május elején kezdték a szezonális munkákkal, folyamatosan várják a regisztrációt a fiataloktól, teszi hozzá Keserű Dénes. Folyamatosan indulnak a képzések május vége, június elején, és hát maga a munkák azért jobbára az iskola befejezését követően kezdődnek, tehát itt a június 16-ai héttel fog nagy valószínűséggel sok minden elindulni. Most már egy-két ilyen strand, már ilyen rész feladatokkal ugye elindul. Hát sajnos ugye idei évben sem tudott ugye Orfű kinyitni, ami számunkra ugye egy fontos partner volt az előző években, de hát vélhetően ez még így a következő években nem fog megvalósulni, viszont tehát mind Mohácson, mind Harkányban is kapnak lehetőséget a diákok, illetve egyéb kisebb strandokon. A nyári szezonban 1000 fő fölé ér az aktív diákok száma, akiknek munkát is tudnak adni. Nagyon sok partnerrel dolgozunk itt Baranyában, tehát nagyjából az állás fogy a foglalkoztatók száma is, ugye mondjuk úgy, hogy 100 fölötti, de ha a maga Melódiák hálózatot most ugye nem csak Baranyára terjesztjük ki, hanem regionális szinten, akkor hát természetesen ugye a balatoni munkákat sem hagyhatom ki ebből. Ugye a balatoni szezon kezdéskor, akkor itt már azért jelentős összdiák létszámról van szó. Baranya, Somogy, Tolna, Zala, Bács-Kiskun és Fejér megye déli részében ad munkát a diákoknak a pécsi kirendeltség, teszi hozzá Keserű Dénes, a Melódiák Iskola Szövetkezet pécsi vezetője.
Idén nyáron tartja 50. évzáróját a Pécsi Mezőszéliskola. Létrejötte óta több névváltáson ment keresztül, idén az emblémát is újra cserélték. Az elmúlt tanév a jubileum körül forgott, legutóbb például 50 szülő és diák fogott össze, hogy közös erővel lefessék az iskola kerítését. Pécsett a szigeti városrészben működik egy családias légkörű, hagyományos értékeket képviselő általános iskola. 1971. szeptemberében nyitotta meg kapuit 420 diák számára. Az intézmény az ott dolgozók javaslatára akkor a Hall József utcai általános iskola nevet kapta. Sok-sok év, és még egy majdnem teljes tanév telt el azóta. Az iskola közben felvette a neki otthont adó utca új nevét, így lett Mezőszélsuli, ahol a tanítók, tanárok és ott tanuló diákok szeretettel gondolnak vissza az elődeikre, régi időkre. 1991 óta minden nyolcadikos erre a kopjafára beveri a szögét, úgy, ahogy annak idején a céklegények. Elindultak a vándorútra, és egy szöget vertek be a falu kapujába, hogy majd, ha visszajönnek, akkor itt nyomot hagyva maguk után megtalálják ezt a szöget. Na most mi 91 óta őrizzük ezt a hagyományt. A gyerekek nevei egy résztáblára kerülnek, mellette pedig egy pici kis szöget vernek be a ballagáskor. Az emlékek őrzését, azok összeállítását régóta tervezi az intézmény tantestülete. Jelenlegi, vagy már elballagott diákok, szülők és tanárok is keresték az iskolához köthető dokumentumokat, relikviákat. A világon mindenhol, ahol csak megfordulnak mezőszelesek és ismerőseink, hogy megkértük őket, hogy fényképezzék le logót egy ilyen emblematikus helyen, és küldjék el nekünk. Hát ebből is már egy hatalmas gyűjteményünk készült. Ezen kívül képeslapokat küldtek, már több mint 40 képeslap érkezett Amerikától, Ausztráliától és Európából, mindenhonnan már. Úgyhogy ebből is egy gyűjteményünk van. Az emlékkönyv egy, mint ahogy az emlékkönyvek, három generáció emlékeit tartalmazza. Egy nagyszülő indította el az emlékkönyvet, majd megtalálta a gyermeke, és ő továbbadta az unokának, aki leírta az emlékeit, és így az 50 évet átöleli az a pár esemény, amit ők megörökítettek az emlékkönyvbe. A szerkesztői pedig mellé rakták azokat a fényképeket, amiket itt megtaláltunk az iskolában. No de miért éppen ez a tanév olyan különleges? Elárulom, hogy az 50-es szám most elég meghatározó a Mezőszélben. Ebben az évben ünnepeli az iskolánk 50. évfordulóját, és egész évben ennek jegyében szerveztünk programokat, próbáltuk szépíteni iskolánkat és környezetünket, szülőkkel, gyerekekkel és partnereinkkel. Hátunk mögött kerítésfestést láthatunk. 50-en jelentkeztek, szülők, gyerekek és régi tanítványok. Szerencsére egy cég felvállalta ennek a költségeit. Ők hoztak eszközöket, festéket és a szakértelmet, mert kaptunk munkavédelmi oktatást is, és hát ők irányítják most itt a munkát. Pécs legnagyobb gépgyártó vállalata a cég, amely 300 ezer forintot költött a festéshez szükséges dolgokra. Így tudott eljönni Kranz György és Péter Petra is. Mennyire ér rá egész nap? Itt lesz egész nap fest? Hát ezt a részt ezt kell szerintem megcsinálni, azt nem tudom. De hát ameddig nem lesz kész, addig itt maradó szerintem. Tehát. Hányadikos a gyerköt? Negyedikes és másodikos, elsős és negyedikes, két gyermekösziget. Ugye én itt tanulok ebbe az iskolába, és az osztályfőnököm mondta, hogy aki ráér, az jöjjön és érezze jól magát. Önök Központ című közéleti magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!